Michelangelo, a világ teremtése. Ezt a címet viseli az a szabadtéri kiállítás, amelynek keretein belül a reneszánsz zseni alkotásainak másolatait helyezték el Szentpétervár különböző pontjain. A Dávid szobor 5 méteres műanyag replikája szintén a tárlat része. Ezen háborodott fel egy idős asszony, aki szerint a mesztelen férfi test látványa megfertőzi a gyerekek lelkét, és amúgy sem illik a történelmi belváros látványához. Nem volt lényeges, nem arról szólt a tény, nem arról szólt a dolog. A Dávid másolat Szentpétervár centrumában egy iskola és egy evangélikus templom közelében látható, többek közt ezt is kifogásolta a panaszos. A HSMK-ban nemrég megnyílt kiállítás kurátora szerint a helyszínválasztás talán valóban nem túl szerencsés. Nagyon fontos a küldetése annak, aki szobrokat állít ki, egyáltalán alkotó művészektől állít ki, és hát Michelangelo az a csúcsok csúcsa az én véleményem szerint. Jó, hogyha mindenki megismeri a művészetét, a gyerektől a felnőttig. Arra én kényesen figyelnék, hogy ne sértse esetenként vallásos, más, erősen szemérmes csoportok, egyének jóízlését, úgymond jóízlését, én szerintem nem sérti, de hogyha ezt kifogásolják, túl közel van a telpon, túl közel vannak olyan kultikus helyek, amelyek másként közelítenek a világhoz, én azt gondolom, hogy arra figyelemmel lehetne lenni, vagy érdemes figyelemmel lenni. Michelangelo egyébként elkötelezett, ha úgy tetszik, vallásos témájú művész, és ilyen szempontból nem igazából lehet kifogásolni. Az orosz eset egy régi vitát izzított fel, nem ez az első eset ugyanis, hogy a mesztelen szobrok felháborodást váltanak ki. Mindig is volt a történelemben, művészettörténet során, hogy egy alkotást szemérem sértőnek tartottak. Az, hogy közszemérem sértő, nem tudom eldönteni, jogi kategória. Esztétikai szemmel vizsgálva mindig a testhez való, az erotikához, szexualitáshoz való viszonya minden korszaknak más. A mai világunkban egy picit ambivalensnek érzem ezt az egész helyzetet, ugyanis a nemi kultusz nagyon erőteljes a mi világunkban. Magyarán azokhoz a felületekhez könnyebben hozzá lehet férni, ahol sokkal durvább szexualitással találkozunk. Az, hogy egy műalkotás, pláne Michelangelo Dávid szobrával szemben merül fel egy ilyen kérdés, én azt kicsit alacsonyabb kulturáltságú szintnek tartom, ugyanis van egy kettősség maga az alkotással szemben, hogyha már a Dávid jön szóba. Ez pedig nem más, mint hogy a reneszánsz régi görög hagyományokhoz megy vissza, ahol a testmesztelensége, a maga arányosságában és szimmetriájában a tökéletességet, vagy a tökéletességre törekvést jelképezte. Ha felöltöztetek egy szobrot, avval onnantól kezdve, vagy maga az alak valamilyen ruházatban van, onnantól kezdve egy konkrét korszakhoz, témához, ideológiához kapcsolódik. Ha mesztelenségében jelenik meg, akkor az embersége, a humanitása, az emberben rejlő képességek, a tökéletességre törekvés kifejezése kerül előtérbe, és így innentől kezdve minden, ami ezt vetkőzteti, öltözteti ehhez képest, az eredendő mesztelenségéhez képest, az már elviszi az értelmét valamilyen irányba. A Dávid szobornál a mesztelenség egy abszolút mesztelenség, arányos, a kontúrjai teljesen zárt, egységes szobrot hoznak létre, így lényegében, ha felöltöztetjük utólagosan, vagy úgy alkotta volna meg maga Michelangelo, akkor egészen más jelentéseket tudott volna vele illeszteni, vagy akart volna vele illeszteni. A másik kérdés a test zártsága, tehát hogyha abszolút mesztelen, azt jelenti, hogy nincs benne a fejünkben, hogy ezt fel kéne öltöztetni, akkor válik erotikussá egy alkotás, paradox módon, hogyha azt a képzetet társítjuk hozzá, hogy felöltözött és le van vetkőztetve. Tehát valamilyen felöltözöttség társul hozzá, és mintha ezt a szobrász úgy alkotta volna meg, hogy levetkőzteti. Idézőjelben ilyenkor jön az erotika. Az mindig a lehetőségekben rejlik, amikor abszolút egy test ennyire evidensen elénk van, tökéletességében tárva, akkor nem jut eszünkben ez az erotikus gondolat. A szentpétervári asszony a gyermekvédelmi jogokért felelős ombudsmanhoz fordult panaszával, a hatóságok pedig felszólították a kiállítás szervezőit, hogy távolítsák el vagy takarják le a Dávid replikát. A történetnek azonban itt még nincs vége.
A Szentpétervári Múzeum szavazásra bocsájtotta, vajon tényleg fel kell-e öltöztetni Dávidot, s ha igen, mit viseljen. Az oroszok augusztus 23-áig voksolhatnak, ám előzetes felmérések szerint a kiállítás látogatóinak 95%-a eddig elutasítja az öltöztetés ötletét. Walter Benjamin század elején egy esztéta azt nyilatkozta, hogy amikor a technikai sokszorosítás kora eljön, mi világunk, fénymásolat egyéb, akkor egy alkotás, eredeti alkotás leminősül, leértékelődik. Pont fordítottja jött létre, minél többet másolunk egy alkotást, legyen a Mona Lisa replikája a falankon, annál értékesebb az eredeti. Ha egy másolatot elkezdenek poénból felöltöztetni, akkor egyrészt az eredeti értéke, azt gondolom, ismertebb és még inkább értékesebbé, felmagasztosabbá válik. Másrésztről pedig, ha felöltöztetik, legyen az bármi, farmernadrágot húznak rá, egy pólót, inget, akármit, egyrészt elveszik a jelentése. Másrésztről pedig felruházódik egy olyan geggel, ami valamihez fogja kötni. Meg lehet ezt csinálni, ettől még az eredeti alkotás, hogy úgy mondjam, annak minden teljes jelentésében nem fog sérülni. Szerintem jó média geg, biztos, hogy növekedni fog a látogatottsága a kiállításnak. Minden esetre, ha a művészért szemmel nézzük, akkor az alkotás, amely a kultúránkban fel van egy magasabb polcon, akármit csinálnak is vele, feljelentik, felöltöztetik, mindenképpen minimum kettő polccal lejjebb a lekvárok és a mézek közé fog kerülni a spájzban, hogy úgy mondjam, tehát mindenképpen leértékelődik maga a gesztus, maga a geg, mint olyan, az alkotás az semmiképpen nem fog sérülni. És vajon a gyerekek lelke sérülhet-e, ha egy olyan alkotással találkoznak, mint Michelangelo szobra? Erről Babati Csabát, a Kőrösi Iskola művész tanárát kérdeztük. Biztos, hogy van egy olyan része a dolognak, hogy milyen korosztályokat érdemes már erre a témára oktatni, illetve itt alapvetően a probléma az, hogy a pucérság megjelenése az mennyire bántó, vagy mennyire befogadható bizonyos életkorokban. Szóval én azt gondolom, hogy a maga a művészet folyamata is eléggé szubjektív, és maga a befogadásnak a folyamata is az. Tehát ezzel kapcsolatban nagyon nehéz bármit is mondani, de az biztos, hogy például a gyakorlatban, tehát a tanításnál, hát nagyjából ez a 11-12 éves korosztályt érinti ez, hiszen maga a dolog szerkezete, tehát maga a szobor, amiről szó van itt, a Michelangelo szobor, a Dávid szobor, ez tananyagként ebben az időszakban kerül előtérben. Egész pontosan 12 éves korban. Viszont az előzmények, amire érdemes pár szót fejtegetni, és hogy ezt a tanításban hogyan lehet megoldani, az korábbra nyúlik vissza, tehát ezért mondom azt, hogy már 5. osztályban megjelenik ennek az eredete gyökere. A reneszánsz az antik kultúrából merít, ennek kapcsán pedig fontos megemlíteni két dolgot. Az egyik, hogy a görögök voltak az elsők, akik emberként ábrázolták isteneiket. A másik pedig az aranymetszés, amelyet szintén ők tanulmányoztak először. Ez a tökéletes arányosság a művészetben és a természetben egyaránt fellelhető. A görögök rájönnek arra, hogy az emberen van a legtöbb helyen jelen. Ez a fajta arány szinte minden porcikáján. Sőt, minden porcikáján, joggal lehet ezt mondani, és gyakorlatilag ebben vélik igazolni azt, hogy ez egy, gyerekeknek is szoktam mondani, hogy ez egy isteni üzenet. Tehát az, hogy mi valóban az Istentől származunk, ugye a kérdés, hogy melyik vallás hogy fogja ezt fel, és ebben a számban, ebben a rejtett kis kódban védik ezt felfedezni, és ezért nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az isteni szépséget bemutassák. És ugye nyilvánvalóan ez az emberi testnek történt, most miért nem ruhában? Hát talán azért, hogy minden porcikáját láttathassák, hiszen valóban a testen, magán a törzsön, az emberi törzsön is jelen vannak ezek az arányok, tehát a felezés, és a felezésnek a felezése, ha úgy tetszik. Így jelenik meg a mellvonal, a köldök, és így tovább, ágyék, stb. Tehát, de a legklasszikusabb, amit mi ebből tanítunk, nyilvánvalóan, amit mi rajzban tanítunk, tehát gyakorlatban is, hogy rajzolja le, ez az emberi kéz, illetve az emberi arc, illetve maga az egész emberi alak, tehát az egész alak ábrázolása. Úgyhogy gyakorlatilag, ha ezt valaki nem ismeri ezt a részét a dolognak, vagy nem tanulta, vagy tanulta, de már nem emlékszik rá, akkor azt gondolom, hogy esetleg gondolhat ilyen-olyan dolgokat erről a témáról, de hát én azt gondolom, hogy úgy azért a helyén vannak a dolgok, tehát visszatérve a kérdésre.
És a gyerekek ezt nagyon érdekesnek is tartják valóban, tehát én azt gondolom, hogy ezen nincsen különösképp, legalábbis eddig nem volt semmiféle probléma. Akár lesz a szobornak ruhája, akár nem, egy biztos, a szentpétervári hölgy akaratlanul is hírverést csinált Dávidnak és a kiállításnak, így Michelangelo művészete talán még több emberhez juthat el.